Sziasztok, Zsuzsanyi vagyok, üdvözöllek a csatornámon! A mai videóban megnézünk egy valószínűleg új kiegészítőt, most már láthatjátok itt mögöttem, hogy ez biztosan egy új kiegészítő lesz, ami kiszivárgott valahogy a Sims kezei közül, úgyhogy megnézzünk néhány képet, amit találtam róla az interneten, illetve beszélgetünk egy kicsit erről a kiegészítőről, meg van néhány leírás is, hogy pontosan mi lesz ebben. Általam amúgy ez volt a legjobban várt kiegészítő, én erre vártam a legjobban. Ezek után nekem már bármi jöhet igazából, úgyhogy nézzük is meg. Most eltüntetem ezt a képet mögöttem, mert nem ez volt az első kép, és szeretnék a másikról is beszélni egy pár szót. Körülbelül 2 hete jelent meg ez az első kép, viszont nem voltam benne biztos, hogy ez igaz, mert annyiszor mondták már, hogy jön ez a lovas kiegészítő, és annyiszor volt hamis ez az információ, hogy én nem mertem ebbe belemászni, mert nem szeretnék nektek hamis dolgokat átadni, vagy olyanok arról beszélni, ami esetleg nem biztos, hogy jönni fog. Viszont a következő képek, amiket mutatni fogok, most már elárulták azt, hogy ez biztosan jönni fog, mert azok a képek olyan minőségek. Szóval ez volt az első kép. Nagyon-nagyon vártam ezt a kiegészítőt, főleg történetkészítés szempontjából. Annyira jól fog kinézni, hogy végre vannak benne lovak, úgyhogy lássuk is. Visszaraktam ugyanezt a képet, ami először volt mögöttem. És jó, nem takarok ki nagyon semmit, csak a kislánynak a lábát. Na hát nézzük! Nézzük, mennyi minden van itt. Lovak. Az alapvető dolog, de ami nem annyira alapvető, hogy itt van bárány is. Meg kecske. What? De sokkal többet fogunk kapni ebből a kiegészítővel, mint amire gondoltam. Én már a lovaknak is örültem volna, ha csak a lovakat belerakják, de még ennél is többet fogunk kapni. Hát milyen cuki már ez a bárány. Ráadásul itt látom, hogy a szőrét éppen nyírja le ennek a kis báránynak, úgyhogy biztos, hogy lesz ezzel is valami játékelem, fel lehet majd valamire használni, lehet, hogy kötni lehet belőle, vagy nem tudom. Itt hátul látjuk a kis kecskét. Hú, de akkor biztos lesz pici ló is. Remélem. Hú, nem tudom, hogy a régebbi Simsben, ahol volt ló, szerintem ott kicsi ló nem volt. Mennyire menő lenne, hogyha az is lenne? És itt van egy sapka is ezen a lovon, meg valami van itt a farkincáján is, ami nagyon menő néz ki. Hú, nagyon jól néznek ki a lovak. Nagyon-nagyon tetszik. Itt pedig egy istáló van. Hú, de nagyon szerettem volna már régóta istálót, és azt nem lehetett olyan jól megadani. És azt tetszik, hogy itt ugye a gyerek már lovagol is rajta, tehát lovagolni lehet, az biztos. Illetve nem úgy vannak megoldva, mint például a tehén, hogy nagyon helyhez vannak kötve, mert ugye nem az istálóban van, és akkor csak ott áll, hanem itt a szín már megy vele, úgyhogy nagyon-nagyon klassz. Valami ilyesmit szerettem volna, és remélem, hogy tényleg ennyire klassz lesz, mint amit ez a kép elmond róla. Én meg úgy látom, hogy valami szőlőt gyárt, úgyhogy ilyen is lesz. Illetve nem szőlőt, hanem a szőlőből valami innivalót. Nézzük is akkor meg a következő képet. Amúgy ez egy ilyen western kiegészítő lesz, de jól látom. A mögöttem lévő kislánynak pont nem látszik a nadrágja, de az is nagyon ilyen westernes nadrág. Illetve nagyon sok ilyen kalap is van, amiből látszik. Ja, és természetesen a Simsnek a weboldalán is van már valami, úgyhogy azt hiszem, holnap vagy holnap után lesz egy bejelentő videó, és akkor gondolom abban fogják elmondani. De az nem trailer lesz még, csak egy ilyen roadmap, tudjátok, amikor elmondják, hogy milyen kiegészítők jönnek a játékhoz, meg stb. Azt majd mindenképpen meg fogom nézni, és a fontosabb részeket akkor elmondom nektek. Itt van róla még egy kép. Ez valószínű, hogy a packnek a képe lesz. Itt már egy kicsit más a grafika, mert ezeket valami Blender-szerű programba készítik, ahol egy picit másképp néznek a kiaszimek, de általában így szoktak kinézni a kiegészítők fotóin, általában így szoktak kinézni. És itt már látható, hogy a szimlovagol, most már nem csak a gyerek, sőt, látható a nyereg is a lovon, be van fonva a lónak a haja. Lehet majd olyan lovunk is, itt vannak hátul ezeket cuki kis állatkák. És ez nagyon jól néz ki, nagyon-nagyon jól néz ki, de nézzük a következő képet. És akkor itt jobban látszik ez a western stílus ezen a képen. Ezen talán nem is látok most lovat, de itt inkább csak a ruhák, az amit láthatok.
A tánc! Lesz valami westernes tánc is? Hú, akkor ez egy jó nagy kiegészítő lesz, mert gondolom, akkor lesz benne város, lovak, ruhák, tánc, mindenféle, és itt már látszik, hogy valószínűleg bort készített a szőlőből, és azt meg is kóstolja. Várjuk, ilyen lehetőség volt, mert... Üvegből inni? Volt már ilyen a Sims, hogy üvegből ittak a szimek? Szerintem nem. Eddig ki kellett önteni pohárba, és akkor abból ittak. De az is olyan volt, hogy ahhoz kellett egy bár, meg stb. Itt viszont nem látok bárt. Lehet, hogy majd be tudja tenni az inventoriába, és csak úgy inni tud belőle, meg így üvegestől is iszik belőle. Na ez valami újdonság lesz ez is. Érdekes. Igen, ez a zongora is új itt. Hú, nagyon, nagyon klasszul néz ki. Ezzel most nagyon eltaláltak valamit, szerintem. Azt hiszem, hogy ez a kiegészítő az, amit a legjobban vártam most már jó ideje a játékban. És biztos, hogy meg fogom venni a megjelenés napján. Biztosan lesznek olyanok, akik ingyen megkapják most is ezt a játékot, és már sokkal hamarabb fognak tudni vele játszani, mint én. De mindegy. Majd, hogyha megjelenik és meg lehet venni, akkor én is meg fogom vásárolni, és játszani fogok ezzel a kiegészítő, az biztos. És itt lehet fésülgetni is. Zseniális, zseniális, nagyon jól néznek ki a háttérben is a dolgok. Nagyon-nagyon, de jó, de cuki! Ez micsoda itt, várjunk. Én megpróbálok rá közelíteni, most nem tudom, hogy az valami a kisebbik állatok. Itt is van, nagyon cuki. Vagy micsoda, nem lehet ló, mert a ló az ennél nagyobb, mert kicsinek is. Mindjárt megnézem közelebbről. Ajaj, de nehéz rá közelíteni. Hát, szerintetek ez mi? Tippeljetek kommentek között, mert nem tudom eldönteni. Ezt a képet most nézem meg először jobban, hogy mi van rajta. És ez valami lóverseny. Már úgy érzem, hogy itt lehet vele ugrálni. És ez valami, lehet, hogy valami központ, ahol lehet medversenyezni a lovakkal, vagy... Itt is vannak ilyen ugráló versenyek, nem tudom pontosan minek hívják, nem vagyok szaki az ilyen dolgokban, de hogyha tudjátok, akkor nyugodtan írjátok meg. Itt meg kerülget valamit. Kíváncsi leszek erre, csak remélem, hogy úgy van megoldva, mint a kutyás-macskás kiegészítőben, hogy ezek csak vannak, lehet vele gyakorolni, de semmi értelme nincs, úgyhogy nagyon remélem, hogy ennek lesz valami értelme. Lehet majd velük versenyezni, vagy valami, akkor lenni igazán klassz. Meg itt látni a sarokban ezt a kis szimet. Megpróbálom egy picit beközelíteni. Aki épp simogatja a pacit, amit valaki éppen lopogol. Ez is szerintem olyan dolog, amire nem is emlékszem, hogy lett volna például a Sims 3-ban, ahol ugye már voltak lovak. Ez szerintem valami új dolog. És nagyon-nagyon tetszik. Végre! Végre azt látom, hogy olyan dolgot hoznak be, ami tényleg nagyon jó, és én nagyon régóta vártam, és ezen a kiegészítőn látszik, hogy ezzel sokat dolgoztak, meg azt, hogy nem csak lovakat raknak bele. El is érkeztünk az utolsó képhez, utána még van egy ilyen weboldal, ahol van egy leírás, hogy lehet, hogy egy kicsit átböngészek, és a jobb dolgokat felolvasom nektek. Ez újfajta hintaszék eddig is volt a játékban, viszont kapunk egy újfajtát, és a hintaszékben is tudja kóstolgatni az általa készített bort, vagy nem tudom, hogy mi lesz, vagy szőlőlevet, az is lehet, nem biztos, hogy ez bor lesz. Illetve itt van egy új gitár, és itt hátul pedig egy dísz, tulajdonképpen ennyit látunk, illetve itt is megjelenik ez a western stílus. Ez az a weboldal, ahol megjelent ez a kiszivárgott kiegészítő. Gyorsan megnézem, amiket írnak. Teljesen kiszivárgott, ugye azt írják. Steamről jött. Hoppá. Körülbelül 40 dollár lesz. Az mennyi? Nem tudom, a dollárnak most mi a változszáma. Körülbelül ilyen 12.000 forint talán, nem tudom pontosan most mi a dollárnak a változszáma, lehet, hogy 12-15.000 forint. Oké. Most kérdéses, hogy akkor lesz a benne város. Szerintem igen, azokban meg szokott lenni. Itt azt írja, hogy fel lehet nevelni a lovakat.
Lehet, hogy lesz benne pici ló is. De jó lenne. Nagyon kíváncsi leszek. Ó, pici bárány lesz csak. Tehát az, amit láttunk, ez a pici bárány meg a pici kecske lesz csak. És abból nem lesz már nagy. Tehát ez kifejezetten olyan bárány, meg kecske, milyen pici. Július 20-ára teszik a dátumot. Hát akkor gondolom, hogy abban a live-ban, amit most gyorsan összedobtak a Sims-esek, mert muszáj, mert mindenki szivárgott, abban erről szó lesz. Hát, vagy legalábbis, ki tudja, hogy nem ők azok, akik direkt szivárogtatnak. Ez is simán lehetséges. Annyi minden kiszivárog, mielőtt megjelenne, és simán benne van abban, hogy annál nagyobb lesz a hype, minél korábban kiszivárogtatják, mert ez mégis egy olyan dolog, hogy úristen, kiszivárogott, és akkor mindenki erről fog beszélni. Úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen taktikai döntés náluk, hogy ezt így csinálják. Már mondjuk ahhoz képest elég sok minden kiszivárgott, úgyhogy még az is lehet, hogy nem direkt volt. Mindjárt megnézem, hogy mikor lesz ez a live. Holnap lesz 18 óra 58 perckor. Akkor szerintem én csak megnézem, meg lehet, hogy fel is veszem magamnak. Hát talán másnapra megpróbálok akkor nektek valamit felvenni belőle, hogyha sikerül. De most vissza is tettem ezt a képet, szerintem ezen látszik minden a legjobban, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, nagyon-nagyon várom ezt a kiegészítőt, nagyon-nagyon tetszik, remélem, hogy nektek is. Volt, aki még ilyen tündéres kiegészítőt várt, a Discordon láttam, hogy beszélgettetek róla. Ha még esetleg nem vagytok Discordon, akkor nyertek nyugodtan. Nagyon-nagyon jó a Discordunk, nagyon jó az aktivitás is. Úgyhogy, ha szeretnétek jönni, leteszem a linket a leírásba mindenképpen a Discord szerverünkhöz is. Még akkor is gyertek, hogyha esetleg nem vagytok olyan feliratkozva, vagy stb., mert szerintem vannak olyanok, akik nincsenek, és csak azért jöttek, hogy beszélgessenek a Sims-ről, vagy mindenféléről. Nagyon-nagyon jó a hangulat, úgyhogy tényleg, hogyha van kedvetek, akkor gyertek. Remélem tetszett nektek ez a videó, hamarosan jövök a következő hírekkel is. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!